vegan and you know it. Jó reggelt kívánok! Folytatom a vlog videót. Ugye tegnap voltam az egyik barátnőmnél, baba látogatóban. Hát ott nem videóztam, mert nem akartam az ő privát terükben felvételeket készíteni. Viszont nagyon jó volt, nagyon cuki a kisfia. És most, mivel szombat reggel van, arra gondoltam, hogy megmutatom, hogy mit fogok főzni, készíteni. Reggelinek bundás kenyeret gondoltam. Itt elég random lesz a mértékegység, tehát nem tudom megmondani, hogy miből mennyit rakok, meg majd úgyis látni lehet, hogy miket használok, mert én tényleg így ráérzésre szoktam azt a kocsvalékot elkészíteni. Tyücsöri borsó, illetve sárga borsó liszt lesz az alapja az egésznek. Illetve még megfőzöm az ebédet is, és arra a láncsa főzeléket gondoltam, de hogy ne legyen annyira unalmas, arra gondoltam, hogy rakok bele krumplit is, hagymát is, illetve majd különböző fűszereket, amiket hoz az ihlet, és emellé pedig zöldséges csicseri borsó leves, ilyen kis kosárkákat, majd muffin sütőbe fogom megcsinálni. Ilyet még nem csináltam, csak múltkor láttam egy tök jót, hogy így tök egyszerű lényegében fagyasztott mexikói zöldségkeverékkel hozzá, és egy csicseri borsó lé, ami szerintem tehát én ezt fogom felhasználni, ami megmarad a bundás kenyér készítéséből, és akkor így lényegében egy étellel, vagy egy keveréssel lehet időt is spórolni, és lehet reggelit is, illetve ebédet is csinálni. Elnézést a konyhában uralkodó káosz, de hát ugye ez most real life, nem pedig egy beállított háttér. Én a liszteket ilyen műanyag dobozban tartom. Ezt egyébként a Petco-ban vettem. Szóval használni fogok sárga borsó lisztet, a másik pedig csicseri borsó lisztet. Használok fokhagyma granulátumot, oregánót, bazsalikomot, kurkumát, fekete borsot, rót. Összekevertem a borokat, akkor elkezdem vízzel felönteni és keverni. És hát kb. Ugyanolyan állagú löttyöt kell kapni, mint amikor az ember tojásból csinálja a bundás kenyeret. Ahogy látható, ez még igen híg, de ez nem baj, mert egyébként most állni kell hagyni körülbelül 10-15 percet, hogy megszívják magukat a lisztszemcsék. És akkor azután fog látszódni, hogy kell-e még esetleg hozzá vizet adni, vagy nem. Arra gondoltam, hogy adok még egy plusz ízt a bundás kenyérnek, úgyhogy rakok egy nagyon pici sörélesztőt is a keverékbe. Nem tudom, hogy hányan tudják, de ugye a kenyereknél sem, illetve a pékárunál sem minden pékárú vegán, ugyanis lehetnek állati eredetű adalékanyagok a tésztában. Éppen ezért fontos, hogy milyen kenyeret vegyünk, és amit én találtam, sajnos ez nem egy fizetett hirdetés, az a jó kenyérnek a kenyerei. Ebből is, amit én szoktam venni, ez a rozsos, vagy rozs kenyér. Úgyhogy én ezt szoktam venni, van még a fitness kenyér, az ugyanilyen csak magos, illetve most múltkor vettem, mert le volt árazva, ez a ugyanúgy a jó kenyértől, de a szénhidrát csökkentett kenyér, hát mutatom. Nem tudom, mennyire látszik. Na? Ja, ezt a típusú kis szeletelt kenyért, hát ez annyira nem volt finom, úgyhogy én ezt nem igazán ajánlom senkinek. Ez, illetve a magvas az, ami szerintem nagyon finom, én nagyon szeretem, és hát tényleg szinte csak ezt teszem, mert ez megbízhatóan vegán kompatibilis. És meg is mutatom gyorsan az összetevőit. We'll be right back.
Ugyan még fő, vagy sura többi bundás kenyér, de már egy adag készen van. Úgyhogy szerintem mi eszünk is. Úgy érezzük, hogy egy kicsit sűrű lett, mint például most nekem, akkor még simán adhatunk hozzá vizet, nem kell ezen aggodalmaskodni, úgyis összeáll. Tehát így lehet tök simán, mondjuk tejtermék nélkül is tök jó összeálló krémes főzelékszerűséget csinálni. Ha pedig besűrítettük, akkor egy pár percig még főzzük. Simasz fagyasztott francia zöldség keveréket fogok használni. Fagyott zöldségre forralt vizet öntök, és így olvasztom ki. Ez most kicsit igénytelennek tűnhet, de mivel ugye az előbb bundás kenyeret csináltunk, és ugyanaz lesz a muffinnak, vagy sült muffinnak az alapja, mint a bundás kenyeré, ezért én most ráöntöm a maradék keverékre, ugye az újabb adag lisztet. Ahhoz, hogy ne tapadjanak oda, reményeim szerint, és kókuszsírral kikenem a formákat. Azt, hogy megsültek-e a zöldséges muffinak, ugye úgy tudjuk megnézni, hogy simán beleszúrunk egy fogpiszkálót, és hogyha nem marad rajta tészta, akkor készen vannak, és ezek készen vannak. Készen is van ugye az ebéd, ez a krumplis lencse főzelék, ez pedig a zöldséges omlett kosárka. És megmutatom, hogy milyen. Belülről pedig ugye szépen megsült. Elkészültem mindennel, készen van a bundás kenyér, azt már meg is ettük, készen van a krumplis lencse főzelék, és készen vannak ugye ezek a kis zöldséges muffinok, úgyhogy most már nem marad más hátra, mint a kávézás. Ennyi lett volna ez a vlog, remélem tetszett, vagy élvezhető volt ez a főzőcskézés is. Azt szerettem volna megmutatni, hogy lényegében egyféle alapanyagból többféle dolgot is csinálhatunk, ugye itt most a sárga borsós és csicseri borsó lisztes keverékre gondolok, amiből egyszer csináltam ugye bundás kenyeret, a második lett pedig ez a zöldséges kis muffin kosárkák, vagy nem tudom, hogy hívjam, nem tudom, milyen elnevezéssel illették ezt, vagy illetik ezt így az interneten,
Tehát, hogy tök egyszerű és aránylag gyors is a vegán ételeknek az elkészítése. Úgyhogy nem kell félni, hogyha kevés alapanyagunk van otthon, abból is simán tudunk két-háromféle ételt készíteni. Az elérhetőségeim megtalálhatóak lent az infoboxban. És további szép napot kívánok! Go Vegan!